voltak, akik kisebb voltak, azok voltak itt sok. De ott kint nincs semmi. Az 5 kilométeres gyaloglás után persze. Még valahogy ide el kéne jutni. Most idáig kijön, mondjuk innen hogy viszi el a csomagot? Én úgy tudom, olyan 39-40-41. Most azt hallani, hogy egy csalgótarjáni illetőségi az visszament, úgyhogy inkább fogyatkoznak, mint hogy bővülnének. Bejárnak ide a faluba? Van egy már négy, akik autóval rendelkeznek, vagy a busszal be. Uh-huh. De van olyan is, aki este a kisboltba átküldi a gyermekét. Tegnapi kifelé a gyemlémet, mivel hogy az olcsóbb. Este fél 8-kor. Ez egy ilyen hadgyerekes család. Most már a vállalkozó az látom, hogy beszerzett egy nagyobb csuklós buszt. Tehát, mert eddig, amikor beindult a buszjáratot ősszel, akkor kis busszal rendelkezett. Uh-huh. És akkor egy fordulóban nem tudta felvenni a családokat. Illetve aztán, akik olcsán arról a részről csatlakoztak hozzá, azok már nem fértek fel, úgyhogy ezért kellett kettőt nekik fordulni. Az igen. Igen. Úgyhogy nem egy könnyű... azt látom én, mint ciklizes, hogy az út mentén is van közbe-közbe sétálgatás. Valaki felveszi őket vajon? Hát én is. Uh-huh. Akit most már így látásban ismer az ember, hogy oda tart, akkor az ember kettőt vagy hármat szívesen felvesz, de napközben, amikor nincsen probléma, hogy úgy adódik, akkor bizony sétálgatnak kifele, vagy jönnek befele gyalog is. Mert a busznak az időpontját az nem tudják kívánni, illetve ha problémájuk van, akkor azt valahogy meg kell nekik oldani. Ez egy holland kertészet. Most ezen az úton kell végig gyalogolni, jó? Igen.